Egy puszta szilfa csemetének a gyökere már a frissen kiásott gödörben van. Ez a viszonylag igénytelen növény hamarosan 10-12 méter magas, nagy árnyékot adó fává nő majd. Ezen kívül még 29 ilyet ültetnek el a településen. A megfelelő mennyiségű földréteg után az alapos öntözés következik, végül egy réteg talajtakaró fenyőmulcs kerül a fa köré. Mi olyan fát választottunk, ami bírja az útszéli sózásokat, meg azokat a körülményeket, amit az útszélén elszenvednek a fák, de mégis szépek, és nem nőnek olyan borzasztó magasra. Régen itt szilvafák voltak, amik már elöregedtek, meg annak ugye ezeknek az utcai szilváknak elég sok mellékterméke volt, amit igazán csak a gond volt vele, és ahogy megvolt most itt a szennyvízberuházás, ez kifejezetten jól jött nekünk ez a pályázati lehetőség, hogy lehetett pályázni ilyen fákra, és ezért pályáztuk meg. Közel 500 magyar, 10 000 fő alatti település nyert az ország fásítási programján, megyénkből 24 település. Ez azt jelenti, hogy idén ősszel és jövő tavasszal közel 12 000 fával gyarapszik Magyarország. A programnak három célja van. Az első az, hogy nyilvánvalóan a klímaváltozás ellen tenni is kell, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép kezdeményezés ennek a célnak az eléréséhez. Szerintem az is nagyon fontos, hogy itt a fákat, az eszközöket biztosítjuk az önkormányzatoknak, illetve tanácsot arra, hogy mit válasszanak, de az, hogy hova ültessék, hogy milyen formában szolgálja a közösséget ez a felültetés, ezt maguk a közösségek döntötték el. A harmadik cél pedig, hogy hirdesse a vidékfejlesztési program erdősítéssel összefüggő pályázatait. Közel 20 000 hektára már nyújtottak be igényt a magyar mezőgazdasági termelők és önkormányzatok, de még mindig vannak nyitott pályázatok. Ennek szakaszzárása december végén lesz. A 25 milliárd forintos keretből 5 milliárd eddig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezett.